Lothar Hirne, ez a német rákutató az előadásának ebben a részében arról beszél, hogy miért kapunk mi emberek rákot. Azon kívül azt is elmondja, hogy az ő központjában, amelyik Stuttgart mellett található, azokkal a terápiás módszerekkel, amiket ő használ, olyan embereken tud segíteni, akiket gyakorlatilag hazaküldtek meghalni. Fantasztikus, amire képes, és ő is azt mondja, amit én is gondolok, hogy mi lenne akkor, hogyha nem olyan embereken kellene neki dolgozni, akiket végül is meghalni küldtek haza, hanem olyan emberekkel, akiknél csak most diagnosztizálták a rákot. Miért lesznek az emberek rákosak? Ennek három oka van. Az akadémikus gyógyítás számára csak a méreganyagok jelenléte. Nem más. Mert ön túl sokat dohányzik, eszik vagy iszik, stb. Az én tapasztalatom az, hogy igen, van ilyen rák is, például van olyan rákfajta, amelyik amiatt keletkezik, mert a páciens túl sok azbesztet nézett be. Természetesen a túl sok méreganyag okozhat rákot. De ez nem a szabály, én véleményem szerint ez pont a kivétel a szabályról. Az ennél sokkal gyakoribb ok az a lelki szinten található. Az egyik a valamiféle trauma, ami az ember nagyon keményen eltalálja, és emiatt a szimpatikus idegrendszer átveszi az irányítást. A másik pedig egyszerűen a stressz, de én inkább a túlterhelés szót szeretem használni, mert a stressz szónak már olyan más jelentése van. És alapvetően ez az a három ok, ami rákot okozhat. Mit kell tennem, hogyha azt gyanítom, hogy méreg okozza, akkor ki kell analizálnom a szervezetet, meg kell találnom azt a mérget, és méregtelenítenem kell, mert hogyha nem keresem, akkor honnan tudom, hogy mi az az anyag, amit el kell kerülnöm. Mi minden páciensnél kutatunk mérget után. Hogyha valami traumáról van szó, akkor meg kell találnom. És azt hogy csinálom? Beszélni. És ez valami olyasmi, amit az orvosok manapság már nem csinálnak. És hogyha stresszről van szó, ami már hosszú ideje tart, amitől az adrenalin szinten teljesen leesik, akkor azt is meg kell vizsgálnom, és azt is csak úgy tudom, hogy beszélni. És erre is meg kell találnom aztán a megoldást, és ezt alkalmazni. És figyelem, itt van az a szó, hogy paraszimpatikus. Talán erről már hallottak, kétfajta idegrendszerünk van, a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer. És amiről sokan sokszor megfeledkeznek, a javítások a szervezetben csak a paraszimpatikus állapotban lehetségesek. Éjszaka, amikor alszanak, vagy akár napközben. Ha ő nagyon beteg, akkor napközben is a paraszimpatikus állapotba kell lennie. Úgy, mint régen Davosban, hogyha a tűrőbaja volt, akkor 10-től 12-ig kint kellett feküdnie, és 14-től 16 óráig is kint kellett feküdnie. Azt javaslom önöknek, hogy alakítsanak ki egy olyan életet, amikor 0-24-ben a paraszimpatikus állapotba tudnak lenni. Magyarul mondva, dobjanak ki mindent az életükből, ami önöket idegesíti. Mindent. Ha a férjük idegesíti, akkor a férjüket is dobják ki. Ha már meggyógyultak a rákból, akkor majd visszajöhet. A testük csak így tudja magát meggyógyítani. Korábban én magam is sok olyan terápiát ajánlottam, ami a daganatokat megsemmisíti. Ezt manapság már egyáltalán nem csinálom. A két legfontosabb terápia, amit teszünk, az egyik megkeresni az okot, a másik pedig paraszimpatikus tréning. Ezt ugyanis meg kell tanulni. Ha önöknek azt mondjam, hogy ne izgassák fel magukat, hát ettől semmi nem fog megváltozni az életükben. Ez olyan, mint megtanulni jól zongorázni. Ez a tréning az egyik legkeményebb tréning munka, amit el lehet képzelni. Szeretném önöknek megmutatni, hogy ez hogy is működik. Ez a mi egészségközpontunk Stuttgart mellett. Mi végeztük ezt a kutatást 67 olyan pácienssel, akiknek az orvosok szerint a várható átlag élettartama 6 hónap volt. Mindannyiuknak volt egy zárójelentése, amelyben az állt, hogy ők már igazából nem kezelhetők, csak palliatív módon és hamarosan meg fognak halni. Ez volt az eredmény két év múlva. Két év múlva több mint a felük még mindig életben volt. Közülük 15-nek a daganata stabil állapotba került, nem növekedett tovább. 8-uknak a daganata, ezek metasztázisok voltak, a tüdőben, az agyban, a csontokban, mindenhol teljesen eltűntek. Nem voltak mérhetők többé. Tehát láthatják, ha egy orvos azt mondja, hogy mi már nem tudunk semmit tenni, az csak azt jelenti, hogy kemoterápiával, sugárkezeléssel és műtéttel nem tudunk mit tenni. De más orvosok tudnak még önnek segíteni, és mindennek előtt ön is tud saját magát segíteni. Az akadémikus gyógyítás számára az, amit mi teszünk, az csodagyógyulás vagy spontán gyógyulásnak számít. Miért? Mert hogyha ezt úgy nevezem, hogy spontán gyógyulás, akkor az orvosnak nem kell megnéznie, hogy mi pontosan mit is tettünk. Ebben az esetben letagadhatom, hogy emiatt gyógyult meg a páciens.
tulajdonképp mit is csináltunk, mi ezt úgy nevezzük, hogy vészprogram. Ez relatív egyszerű, először is az embereket ráneveljük arra, hogy soha nem feladni. Teljesen mindegy, hogy mennyire beteg, hogy mennyi tumorja van, ez minket nem érdekel, még soha egyetlen egy páciens sem adtunk fel. És ez a játék a számokkal, hogy ennyi százalék, meg annyi százalék, ez sem érdekel bennünket. Nem állítunk fel prognózisokat, de elmagyarázzuk az embereknek, hogy hihetetlen nagy fegyelemre van szükségük. És mi csinálunk? Alapvetően négy dolgot. Csináljuk a Budwig-féle fehérje étkezést, nagyon komolyan és nagyon fegyelmezetten méregtelenítünk, megkeressük az okokat és paraszimpatikus tréninget végzünk. Szeretnénk, ha az emberek nem idegesítenék fel magukat és nem használnának el sok adrenalint. Tulajdonképpen ez a mi főterápiánk. És ezt képzeljék most el, hogy azok a sikerek, amiket mi elérünk és amiket hasonló orvosok a világ minden táján elérnek, olyan páciensekkel történik, akiket már hazaküldtek meghalni. El tudják képzelni, hogy mekkora sikereink lennének olyan páciensekkel, akik már rögtön a diagnózis után hozzánk jönnének?